Na, jó estét mindenkinek, szevasztok, Gábor vagyok, még mindig, és a techbarátot nézzétek, brofózozunk, és most már nem izé, nincs sztorizgatás, meg pofázás, a játékra koncentrálunk, meg boldogság van, vidámság van, mindenki izé, remélem, hogy jól érzi magát, de most nézzük, hogy öten vagyunk a chaten? Öten nézzük a izért? Akkor ez Daninak két accountja, Arni, ha verj, akkor ez nem jön ki, akkor még két ember itt van, aki nézi a cuccot. Na mindegy. Üdvözlöm azért őket is. Szóval, Brofoz következik, és Arni most akkor elvileg, ha minden igaz, akkor nem jössz. Vagy nem tudom, hogy ugye azért ránézek a chatre, de nem, offline, jó. Hát akkor Arni most nem jön, tehát ő azt mondta, hogy most ő egész nap a gép előtt ült, és most ő ma kihagyja, de majd legközelebb jön. Úgyhogy most akkor egyedül toljuk, hát kezdjük is ezzel, mert azt hiszem ez ilyen szerencsés karakter volt, ezzel azt hiszem így jól ment a dolog. Gyerekek, hát és egyből én vagyok a brokkoli. Hát ez nagyon jó, ez csodálatos. No, addig gondoljátok szépen át, hogy ki milyen karaktert szeretne majd viszont látni. Küldjétek el. Tudjátok, már nem mondom el, hogy hogyan. Tudjátok, ott van a leírás, nézzétek meg. Na, és itt lehet szopatni a népet. Így gyerekek, hogy lehet, ez nagyon komoly. Ah, mindegy, ez beért, le van szarva. Baszd meg, a kurva anyád, menjél már innen a picsába. Thank you.
Gyerekek, hát azért ebből szerintem egy egész jót. Jó nagy köcsi voltam, kiosztam azt, hogy egyből egy döntő, gyerekek. ez nem az én érdemem, ez a pálya, ez ilyen. Tehát úgy van az időzítése annak a három, annak, ami kilöki őket, arról a pörgőszarról, aztán egy tüske, aztán a Luffy és megint egy tüske, ennek a négynek, hogy mire az elsőt benyomod meg utána így szépen sorba a többit, addigra visszamehetsz az elsőhöz, ez már az zöld lesz, és így folyamatosan ilyen körbe-körbe mehet. Tehát ez... De szerintem engem most sokan riportoltak, de leszarom. Ez kurva jó volt. Hát ez így gyors volt, gyerekek. Gyors döntő. Ú, most szerintem mindenki rám fog jönni. Nem. No. Ezek után már csak az kéne, hogy én nyerjek. Szerintem agyfaszt kapnának. Bazd meg is! Nem figyeltem! Nem figyeltem, hogy lecsúszom, bazd meg! Azt annyira Úra életbe! Annyira néztem, hogy izé, hogy jó, hát ott kergetik egymást, én meg itt állok a izé mögött, hogy nem tűnt fel, hogy izé, billen ez a... Jó, hát így már nem is érdekel a izé. Közi. Na, ki mit szeretne? Arni, te vagy az első. Ó, bazd meg, nem hiszem. Nem, ettől elhatárolódom. Na, szóval. Valami jelmez, karakter, izé, kalapács, kalap, mondjad. Legyen, vegyük fel az Arni stílust. Ez. Na, tudjad mit? Arni tiszteletére, tudom, hogy te ezt szeretnéd választani. Azt mondják, hogy milyen kalapáccsal. Annika lekoccolt. Ja, nem tudom, mert nem láttam a chatet így a két játék között, azt a, nem tudom, fél percet, egy percet, hogy ő... Nem, hát a... Én nincs itt? Arni, itt vagy? De hát négyen nézik a streamet. Hát mindegy, akkor az ő tiszteletére, azt nyomjuk valami ízével, mondjuk a kalapáccsal. Hát játszani nem jön, de hogy most szurkol és nézi, azt mondta. Mert hogy sokat ült ma a gép előtt, és hogy játszani most nem akar jönni. Valójában fél attól, hogy kikap. ja, úgyhogy nem elvileg nem lekoccolt, de nem látom, hogy amúgy írna, úgyhogy lehet, hogy lekoccolt. Nem mindegy. Hát, akkor szerintem ő is ezt a karaktert akarná. Nincs itt Maldorado. Meg oda se írt. Na mindegy. Szerintem ő is ezt a karaktert szeretné, úgyhogy akkor Arni tiszteletére megyünk a Steven Seagalos, kendős almával, a kemény almával, aki szanaszét fog csapni mindenkit. Most megint berakom, hogy brokkolinak fogadjunk. Az jó lenne. Troll facin. Ilyen rajz, hogy felülről egy ilyen ágy, és fekszik benne egy srác, egy csaj, mondja a srác, mutatok valami óriásit a takaró alatt.
hogy kezdenek ki közeledni egymáshoz, az van pár közös ismerősünk, így a pletykákból már hallhattál róla, utolsó kép, így már a takarót így magukra húzzák. Ez itt videón a gólom, amit a Rátótnak rúgtam 2 hete. Baszd meg a kurva anyád. Na jó, ez a brokkoli, ez egy köcsög. Ezek mit csinálnak itt? Kifagytak? Mi az anyám van itt? Na gyere ide, brokkoli, mi volt? Mi ez? Nekem meg az lesz, ki megyek. Mi? Ja, hogy rajta. Tehát az a gizi is igazából egy izé, egy Feri. Ja, Németországban ez akkor egy Hans. Egy Jürgen. Was ist los? Mein Schatz. Nem, majd izé, nem tudom, kirobbanthattok világháborúkat együtt, meg ilyenek. Te is, Jürgi. Múzi. Hát nem, el kell keserítsenek meg minden kedves, vagy minden olyan irányultságú nézőnket, hogy pont most fejezettem ki röpke 40 percben szerintem, hogy nem tudom, annyi legalább volt, az ellenkező nem kapujára játszom, úgyhogy nem saját kapura, úgyhogy igen. Ha esetleg az elmúlt 40 perc nem lett volna elég meggyőző, hogy itt ilyen dolgokon agyalok, amiben egy nő a főszereplő, nem egy férfi, úgyhogy... Ja, értem, tehát ha én azt mondanám, akkor te is fölmennéd vállalni, hogy na ez az, igen, és akkor... De te meg... Mert akkor együtt tudsz érezni, ami valójában nem együttérzés, hanem a kimutatása a valós érzéseidnek. Jaj, de várj, nem oda kezdenem mennem, baszd meg a kurva élet! Új rekord, yeah! Hol van a brokkoli? Ja, lehet, hogy beugrott, ott van az ablakban. Kurva jó. Hát a brokkoli ez nem töri magát most, hogy itt izé... bármi is legyen. Amire egész... Hát de Árfi már tudja, nem? Ú, gyerekek, és holnap izé... Ó, bazznek, holnap lesz dolgom, mert...
meg jó, hogy holnap nem lesz stream, mert itt van még mindig az S21, már teszteltem meg, de még vágóképeket nem vettem fel róla, meg stb. Úgyhogy az S21 FE. Jaj, nem láttam, hogy melyik pálya, melyik ez a pálya. Ez jó, ez a pálya. Ja, meg holnap át is kell, csak ne basszanak le. Meg holnap valamikor átgullok, akkor jó, a hangfalat visszaviszem neked. De most akkor mi lesz, Németországból is fogod nézni a a streamjeimet? Danika. Toljuk Arniba? Legyünk Arni? Nem tudom. De hogy a faszomba ütött le, bazd meg? Hát oldalról... kurva anyját. Nem baj, legalább őt is leütöttem. Hát akkor ez így nem jött be. Próbáltuk Arniba tolni, Arni tiszteletére, de... hát ahogy ő szokta, nem is végez első helyen. Ó! Leopeho... micsoda Leopeho Frio? 21. Köszi a követést. Köszönöm szépen. Mindjárt fog pittyenni is a kis muzsika itt a Lametric Time-on. Hello, hello, hello. Üdv. Nem tudom, hogy magyarul, vagy are you külföldi? Úgy is kell venni, piatti alsó. Micsoda? Ja, hogy... ja, hát figyelj, nekem az is jó, hogyha el tudsz idáig jönni. Azt megköszönném mondjuk, mert akkor így... hát igen, lesz, holnap ugye mondjuk olyan sok mindent nem kell csinálni, mert videó, tehát ezt kell fölvennem. Meg szerintem az Ömészfit órámnak a vágóit, mert arra ezt most már egy-két... faszt. Egy harmadik hete már használom. Oh, well, it's Hungarian. In the middle of Europe. It's Hungarian. You know? Sorry, it's a Hungarian channel, so I'm talking to my Hungarian viewers and friends, so... but if you want to learn Hungarian, feel free. Na, szóval, azt mondja, hogy... Danika, legyen a digris. Azt mondod, hogy legyen egy digris, vagy valami más? Őt szeretnéd, ő tetszik? Egyszer Hungarian, Hungarian, bazd meg, akkor leírom, hülye gyerek. De mit nem lehet ezen érteni, bazd meg? Gyémántosó? Jó, akkor gyémántos kis... Árpika, te itt vagy? Vagy már nem vagy itt, Árpi? Mert ha nem, akkor... á, jó, még ezt a kört letolom, meg max még egyet, mert ugye mennyi volt? Volt egy... ja, volt, igen, meg kettő volt eddig. Jó. Legyen 4 összesen. Wihú! Hát eddig nem vagyunk sokan, tehát hát nem nagyon pörög az a számláló. Twitch-em van a... ja, igen, Twitch-em. Azért nem látjátok. Igen, meg kérdezi, hogy hello, what language do you speak, bro? Igen, de kérdezi, hogy milyen language-ot beszélek. You can write me in the chat, what is your language? Tényleg, beírtam neked a chatbe, hogy milyen... beírtam, hogy Hungarian. Thanks for following, by the way. De amúgy bekövetett. Mondjuk szerintem le is fog iratkozni, de mindegy. Bár hogyha tetszem neki, ha-ha-ha, akkor lehet. Hát mondjuk a nevéből nem tudom, nem mondanám meg, de valószínűleg egy srác, mert srácok néznek inkább streameket, nem csajok. Bár felett ugye azt mondta egy ismerősöm valamelyik nap, hogy a mai fiatalok, de neki van gyereke, ilyen kamasz, és mondta, hogy nagyon sok, tehát a mai fiatal, nem, egy kollégám mondta rá, nem, kollégám mondta azt hiszem. És mindig ez a...
Ú, bazd meg, ezt megúsztam. Megúszta a Digris. Na mi van? Ó! Azt mondja, beszélek spanyolul, beszél, de... Ja, lefordított a you used the Google Translate. Nice! Lefordított a translate-tel, hogy spanyolul beszél, Perúból származik, és játszhatunk együtt. Bazzeg. Micsoda? Brokia. Szüveglapó. Mi? Szüveglapókkal. Az üveglapokkal. Ja, az üveglapokkal azt tudja csinálni, hogy újra megkeveri őket. Tehát, hogy amikor meg kiderülne, hogy melyik fix, melyik törik össze, akkor benyomja, és akkor mind az összes, mind a 8 üveglap így felkerül, vagy mennyi? 8, igen. 2x4. És akkor, ja, és megint más sorrendbe fognak törni. Nem, elküldtem neki, hogy még egyet játszom, és ma legközelebb, mert most nem kezdek egy szarakodni azzal, hogy... Ja, nem, azért, valószínűleg azért kéri, hogy írjam meg, mert ő gondolom csak spanyolul beszél, nem beszél angolul. És viszont, hogyha leírom neki angolul, akkor gondolom azt, hogy be tudja másolni, ugye translate-be, és le tudja fordítani spanyolra, aztán spanyolról le tudja magyarra. Úgyhogy okos mondjuk a srác, tehát hogy le a kalappal előtte. Megkérdezem, hogy csaj vagy amúgy? Jó csaj vagy? Vagy csávó vagy? Vagy mi vagy? Nem nyomod be, tesó? Nem nyomta be. Ennyi. Így kell beérni. Micsoda? Még ízni csak. Jó, hogy most telepítettem a játékot. Jó, most keresik ki az IP címe alapján, hogy izé... Igor. Igor. A fasz, hogy így a stream egy megjelenik egy ilyen piros pötty így a izé fejemen. Thank you.
Jaj. Fáradt vagyok. Na. Na, ezt, jó, most akkor nem leszünk arnik, most igazi zsék leszünk. És nem ugrunk sehova. Nem ugrok sehova. Hát, ha csak nem fog izé valakit átugrálni, mert akkor kénytelen leszek fölvenni itt a harcot. De úgy néz ki, hogy nem nagyon izé ugrál itt senki. Jó. Ez jó lesz. Eddig mindenki át tudta ugrani. Mi a fasz? Milyen ügyesek ezek a kis... Ezek a kis izék. Na most kezd gyorsulni, most jönnek a problémák. 10. 7, ez az. 6. Jó van, begyorsul. Egy kicsit begyorsul már izé. Mágebb az van, 4. Szerintem az már csak 3. Hát szóval az eper is mindjárt izé. Gyere, ráfarag. De lehet, hogy direkt csinálja ezeket a halálokat. Aha, szerintem direkt csinálja. Úgyhogy, ha az R-et megnyomjátok, akkor nem. Hát, gyerekek, ez... hát ez nem volt nagy kihívás, tehát egy... És kivel lett meg? A Digris. Digrissel. Na. Akkor meg lett, és a nyuszi fül, meg lesz a nyuszi fül? Nem lett meg, de következőre meg lesz az ingyenes nyuszi fül, úgyhogy még arra rámegyünk. Választok egy karaktert. Olyan régen volt már... Nem. Nem. Ja, erre boltban nincs semmi. Nem, üres. Persze, hogy üres. Legyen a kávé. Legyen ez a kávé, ez így... Fasz, nem. Teljes doboz. Így van. Na, nem. Snack. Ez jó, a snack lesz. Utolsó game. Tényleg utolsó, mert... Puh, jaj, most már... Nem sokáig bírom. És ugye egy... és közben mondja a játék, meg ugrálok, meg ilyesmi, és így közben én meg így alszom. Hát nem más irányítja. Hát azért vannak olyan streamerek, ugye tudjuk, akik beültetnek egy kis macát a izére, és akkor úgy tesz, mintha játszom, de közben helyette. De azért sokan nem merik bevállalni már, mert nem... Állítólag. Ú, de hogy nem ért hozzám, bazd meg. És ott a kalapácsos köcsög. De az is beugrált, nem is értem, hogy... Á, nem hiszem, hogy rád mi, hát ez nem okozhat függőséget. De miért ebbe az irányba lövöd ki, bazd meg?
Nincs itt a brokkoli, akkor menni kell. Toljátok! Az mi volt? Mi volt? Miért ugrott ilyen magasra izé a brokkoli? Csal! Biztos, hogy csal a brokkoli. Nem érve 10 ember. Az szép. Na, akkor megint több esélyünk van utolsó döntőnkben a mai nap folyamán. Aztán csúcsú van. Csúcsú bolondság. Ú, és most ilyen fehér lötyibe megy a darálás. Tök jó. Nagyszerű. Amúgy sokat javítottak szerintem a grafikáján, tehát a textúrák sokkal izé tükröződnek a felületek, szerintem, tehát látszik, hogy minden egyes alkalommal tényleg valamit javítanak. Van még egy-két bug, ami mondjuk eléggé probléma, hogy a döntőben a kék Tavaresnél még mindig hülyeségeket ír. De hát ez nagyon, ó, bazd meg, ajaj. Óvak, hogy a brokkoli ajándékaitól. Jaj, ne bassz meg, ne bassz a kurva életbe! Hol van a delikvens?
A kurva anyját az almának, a faszoporohat kurva... Bú, bocsánat. Na jó, almának, jammának megy a riport. Megvan a nyuszi fül, de mindegy, hát ez... Jó, elbasztam, mert nem néztem átra, de bezzeg máskor, amikor nekem van ilyen kilövősöm, és valakit becélzok, akkor persze, hogy így mellette megy el. Nem, ez becélzott engem, és persze, hogy eltalált, és átadta a csomagot. Nyilván, így van, nem csal, biztos, hogy nem csal. Rohadék kis gyökér, 63-as szintje. Ja, meg 63-as szintű. Igen, de hagyjuk. Jó. Hát, jó, nevezhetjük ügyességnek is, de szerintem... 63-as szintűt, bassz meg a izé, egy évad, mi ez, hogy mondják, ez egy season alatt nem lehet bassz meg elérni. Ő 60, persze, mert egész nap játszik a gyerek, ilyen kis rokkant nyomorék így ott, azzal játszik egész nap, mert nincs melója, meg semmi, azt az egész nap az a dolga, hogy játna, nem. Ez kamu volt. Jaj, na jó, nem, többet már nem játszunk, mert már elég volt. Aludjon mindenki most már, mert ezért késő van, vagy korán, már mindegy, ahogy vesszük. Legközelebb hétfőn találkozunk Call of Duty Infinite Warfare-rel, meg talán Brawl Force-al, azt meglátjuk még, de Infinite Warfare biztos lesz este 7-től. Aztán majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Legyen mindenkinek szép hétvégéje, hogy köszi, hogy itt voltatok, köszi Daninak, Arninak, hi, goodbye Leónak. Meg még a többieknek, remélem, hogy élveztétek ezt a streamet, meg a Life is Strange 2-t is. Na, ja igen, majd írjál, vagy hívjál, hogy mikor jössz a hangfalér. Na, ennyi volt már a stream. Jó hét mindenkinek, menjünk most már aludni, mert kész vagyok. Na, szevasztok!